patika mérleg, rajta pedig alufóliába csomagolt drog. A rendőrök foglalták le ezeket a tárgyakat a Szexádon elfogott drogdílertől. A képeket is ők készítették. Látszik, hogy többféle kábítószert is árult a férfi, fehér por és zöld növényi törmelék is van a fotókon. A dílernek a rendőrök több ügyfelét is hamar elfogták, sokuknál drogot is találtak, voltak, akik szintén kereskedtek vele. Az ügynek végül 4 vádlottja lett. Az első rendű vádlottat 2 év börtönbüntetésre ítélte, végrehajtását 5 évi próbaidőre felfüggesztve, és pénzbüntetésre is sújtotta a vádlottat. A negyedrendű vádlottat szintén kábítószerkereskedelemben mondta ki bűnösnek, 1 év fogházbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 2 évi próbaidőre függesztette fel. Börtönbe tehát egyik vádlottnak sem kellett volna mennie az elsőfokú ítélet alapján, ám az ügyész fellebbezett, szerinte mindannyian sokkal súlyosabb büntetést érdemelnek. Az elsőrendű vádlott vonatkozásában végrehajtandó szabadságvesztést indítványozott, a többi vádlott büntetésének pedig súlyosítását kérte. Az ügyben másodfokú jogerős ítélet legkorábban kora ősszel születhet.